két ember beszélgetése is egy háromszög, egy-egy sarka, hogy úgy mondjam, és éreztetni kell a nézővel, hogy vagy mi mentünk el őhozzá, vagy őt hívtuk meg magunk közé. De tudja, hogy neki beszélünk, ő is jelen van. Nem lehetett a zene közelben címet, elnevezést átvinni a rádióból a televízióba. Tehát ki kellett találni valami mást. És akkor jött az, hogy zenebutik, és a szerencsésen egybeesett a butikosodással. Mert az volt az az időszak, a 80-as évek, 70-es évek vége, 80-as évek, amikor a butikok sorban ültek. Tehát kölcsönösen hatottunk, erősítettük egymást. Tehát néha olyankor is ültem, amikor nem voltam nagyon-nagyon szomjas, mint egy kvázi emlékeztetve a nézőket 20-szor, 100-szor, 1000-szer, hogy aki fehér öltönyben van, fekete inkbe, fehér nyakkendőbe és vizet iszik, az a Rózsa Gyuri. Új beszélgetések minden kedden és pénteken a Spektrum YouTube csatornáján.